Ukrajnában megnő azon családoknak járó kompenzáció összege, akik az őszi téli időszakra befogadják a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket. Az összeget a fűtési szezon kezdetével növelik meg. Az állam havonta több mint 100 millió hrivnyát költ erre a programra, nyilatkozta Olexi Csernysov Ukrajna kistérségi és területfejlesztési minisztere a Szuszpilnének. Nem csak az állam különít forrásokat, vannak nemzetközi partnereink is, akik ezen költségek egy részének fedezésében segítenek nekünk, hangsúlyozta a tárcavezető. A támogatás igényének több feltétele van: a lakhatásnak ingyenesnek kell lennie, és a lakástulajdonosoknak nem lehetnek közüzemi tartozásai. A program lehetőséget biztosít a kommunális szolgáltatások költségeinek kompenzálására. Ma ez az összeg személyenként 450 hrivnya. Tudjuk, hogy előttünk áll a téli és fűtési szezon, és a költségek növekedni fognak. Ezért azt tervezzük, hogy megduplázzuk ezt az összeget, ami körülbelül 900 hrivnya lesz, összegezte Csernyisov.